Úgy tűnik, a fogadásos halált kizárhatjuk. Sziasztok, Miki vagyok, és most a Bűnjelek, Gyilkosság Hongkongban című nyomozós partijátékot fogom nektek bemutatni. Egy gyilkosság alapból is vérfogyasztó eset, hát még a kiderül, hogy a gyilkos az ügyön dolgozó nyomozók egyike. A nyomozók csak a büntettet alaposan kielemző törvényszéki szakértőben bízhatnak, de a jelek értelmezése már a játékosokon múlik. Adjatok minden játékosnak egy jelvényjelzőt, keverjétek meg külön-külön a bizonyíték és az eszközkártyákat, majd osszatok ki belőlük mindenkinek 4-4-et. Ezek képpel felfelé kerüljenek a játékosok elé. A szerepkártyákat játékosszámtól függően válogassátok össze, keverjétek meg, majd adjatok mindenkinek belőle 1-1-et. A szerepeteket tartsátok titokban, kivéve a törvényszéki szakértőt, aki fedje fel magát, és innentől kezdve ő vezeti a játékot. Vegye magához a 6 töltényt, a helyszínlapkák közül a lila halál okát és a 4 zöld büntény helyszínét. Amennyiben könnyedebb játékra vágytok, a narancssárga helyszínlapkák közül vegyétek ki a kék feliratos eseményeket. Ezután keverje meg a maradék helyszínpaklit, és húzzon fel belőle 4-et. Ezt követi a büntény. Mindenki csukja be a szemét a szakértőn kívül. A szakértő felszólítja a gyilkost, hogy nyissa ki a szemét, és mutasson rá az előtte lévő kártyák közül egy bizonyítékra és egy eszközre. Ezek után a gyilkos is csukja be a szemét, majd a szakértő utasítására mindenki színre lép, vagyis kinyithatja a szemét, és kezdetét veszi a nyomozás. A Bűnjelek egy dedukciós játék, melyben arra kell rájönni, hogy melyik játékos a rendőrbőrbe bújt bűnöző. A nyomozásra összesen 3 fordulótok van, és minden forduló egy bizonyítékgyűjtés és egy előadás fázisból áll. Az első forduló bizonyítékgyűjtésekor a szakértő az asztal közepére teszi a halál okát, egyet a 4 büntény helyszíne közül, valamint a 4 narancs helyszínlapkát. Minden lapkán 6 információ található, és a szakértő mindegyiken megjelölhet egyet egy töltény lehelyezésével. A többiek figyelemmel kísérik a nyomok megjelenését, és már az első töltény koppanásakor elkezdhetik megbeszélni, hogy ki lehet a gyilkos. Amint a szakértő az utolsó töltényt is lerakta, kezdetét veszi az előadás fázis. Ekkor a szakértőtől balra indulva minden játékos fél percben kifejtheti a gyanúját, véleményét a bűnüggyel kapcsolatban. Majd a második és harmadik forduló következik. A második és harmadik forduló bizonyítékgyűjtő fázisában a szakértő felhúz egy helyszínlapkát, és kicseréli azt egy lent lévő narancssárga lapkára, majd rátesz egy töltényt, ezzel segítve némán a nyomozókat. Az előadás fázis változatlan marad. A 3 forduló alatt bármelyik játékos bármikor a szakértőhöz fordulhat, hogy megvádoljon valakit. Ekkor a jelvényére esküszik, hogy megoldotta a bűnügyet. Ekkor nem csak a gyilkos kell megneveznie, hanem pontosan el kell találnia a bizonyíték és eszközkártya kombinációt. Amennyiben bármelyik helytelen, a szakértő megrázza a fejét, és a játékos elveszíti a jelvényét. Onnantól kezdve a játék során már nem vádolhat meg mást, de továbbra is részt vehet a beszélgetésben. Ha a harmadik forduló végére sem oldódik meg a büntény, a gyilkos meglóg, és a detektívek vesztenek. Amennyiben egy vád megállja a helyét, a gyilkos rácsmogé kerül, és a nyomozók sikeresen felgöngyölítették az ügyet. Nagyobb játékosszám esetén a szerepkártyák közé nem csak a detektív kártya, hanem a gyilkos segítő bűntárs, valamint a gyilkos személyét ismerő szemtanú is kerülhet. A bűntárs célja, hogy a gyilkos ne bukjon le. A szemtanú is sokat segíthet, de ha a gyilkos meg tudja nevezni, amikor elkapják, áldozattá válik, és a tettes elmenekül. Ebben az esetben is a bűnözők nyernek. Ha úgy érzed, hogy képes vagy vesztett helyzetből is kidumálni magad, ügyesen érvelsz és jobb löffölsz, a bűnjeleket vétetlenül kihagyni. Vállaljatok minél több ügyet, és gondoskodjatok róla, hogy a bűnös elnyerje méltó büntetését. Már a kézre kerül. Jó játékot kívánok!